finishben a kampány. Pénteken is folytatódott az aláírásgyűjtés és tájékoztatás. 6,4 km már elkészült. Átadták a 44-es felújított szakaszát Kondoroson. Négyszer akkora a mezőgazdaság bővülése, mint az iparé, értékeltek a gazdák a megyei agrárfórumon. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Pénteken is folytatódott az aláírásgyűjtés és a választópolgárok tájékoztatása a népszavazással kapcsolatban. Két nap múlva dönthetnek az állampolgárok a kötelező betelepítési kvótával kapcsolatos kérdésről. A politikai pártok a megye több pontján is tájékoztatták álláspontjukról a polgárokat. Emlékeztető, hogy vasárnap szavazni A Fidesz képviselői pénteken is folytatták a tájékoztatást a népszavazással kapcsolatban. A Békési piacon Rácz Attila városi elnök emlékeztette az ott lakókat. Fontos, hogy minél többen kinyilvánítsák véleményüket az október 2-ai referendumon. Nagyon fontos, hogy mindenki kinyilvánítsa az akaratát, mert a miniszterelnökünk akkor sokkal hatásosabban tudja képviselni az ügyünket európai szintereken. Nem mindegy, hogy ő maga állítja azt, hogy Magyarország köszöni szépen nem kér a betelepítettekből, hanem egy erős felhatalmazással teheti meg mindezt. Az utolsó szórólapokat helyezik ki az ellenzéki pártok aktivistái. Az Együtt és az MSZP képviselői már több hete kampányolnak az otthonmaradás mellett. Szerintük csak így érhető el, hogy a népszavazás érvénytelen legyen. Bot Tamás úgy fogalmazott, fontosabb problémák is vannak a kvóta referendumnál. A demokráciában, ha egyáltalán demokrácia ez, ami van, virágozik minden virág, mindenki mondhassa el, hogy mit gondol az ország, a világ, Magyarország helyzetéről, jövőjéről, problémáiról. De hát a mi megítélésünk szerint a menekült kérdés az egy álprobléma, nem ezzel kellene foglalkoznia sem a politikának, hát a közembernek pedig végképp nem. Október 2-án a 7.tv-n is figyelemmel kísérhetik a megye eseményeit. Délután 2-től óránként friss eredményekkel, élő bejelentkezésekkel várjuk a nézőket. A 7.tv-n tartsanak velünk! Hivatalosan is átadták Kondoroson a 44-es számú főút felújított vonalát. A 6,4 km-es szakasz a komplex útfelújítási program keretein belül kizárólag hazai forrás felhasználásával újult meg. Az autósok már két hete zavartalanul használhatják azt a 6,4 km-es szakaszt, amely Kondoros városán halad át. Csütörtökön hivatalosan is átadták a területet, melynek felújítására az EU-díj bevezetése óta megnövekedett forgalom miatt volt szükség. Kondoros város kül- és belterületén megvalósuló komplex útfelújítási programot az indokolta, hogy a 30%-kal megnövekedett tranzitforgalom az olyan szinten károsította és tette tönkre az út burkolatát, hogy már a közlekedés biztonságát veszélyeztette. A felújítás során két rétegű aszfalt burkolatot építettek ki, megújultak az út melletti szegélyek, a forgalom elkerülő szigetek, az útburkolati jelek és jelzőtáblák, valamint a gyalogos, nyomógombos jelzőlámpák is. Emellett egy ledes sebességkorlátozó táblát is elhelyeztek a 44-esen. Békés megye útügyi biztosa azt mondta, a felújításnak köszönhetően a 44-es főút teljes szakasza összességében jól járható. A 2016-os programnak még egy eleme van hátra. Ez a Szarvas-Csabacsüdi szakasza a 44-es számú főútnak, ez a negyedik eleme. A korábbi Okány-Vésztő közötti 1,5 km-es szakasz már elkészült. Átadásra került a Köröslovány belterületi szakasz a 47-es számú főútnak, most ez a kondorosi szakasz is átadásra került, és hamarosan sor kerülhet a Szarvas-Csabacsüd közötti negyedik szakasznak az átadására is. Dankó Béla hozzátette, a következő évben tovább folytatódik a komplex útfelújítási program. 2017-ben a hazai mellett uniós forrásokból is elindulhatnak a megyei fejlesztések, illetve az M44-es építése is megvalósulhat. Jól teljesít a mezőgazdaság, ami a nemzetgazdaságnak is jót tesz, hangzott el a megyei agrárfórumon. Az Agrárgazdasági Kamara Békés megyei igazgatóságának rendezvényén elmondták, az elmúlt időszakban sok földet vásároltak Békés megyében, a befektetés pedig bizakodásra ad okot.
Békés megye az ország éléskamrája hangzott el a rendezvényen. Ez nem véletlen, hiszen mint a térképen barnával látható, itt találhatóak a legjobb minőségű földek hazánkban. Míg az országos átlag 21 aranykorona, Békésben 29 a jellemző, de sok a 40 aranykoronás terület is. A Földet Gazdáknak program keretein belül Békés megyében több mint 20 ezer hektár földet vásároltak meg. A tulajdonszerzés a földszerzésben a megyénk területeihez képest évek óta vagy első, vagy második helyen, vagy dobogós helyen vagyunk, és földet csak olyan ember vásárol, aki derülátó terve van, bízik a jövőben, hisz a szerzés az mindig egy fajta kutatnak jelent. A földművelésügyi miniszter arról beszélt, hogy az agrárium nem csak vetésből és aratásból áll, hanem hozzájárul többek között az élelmiszerfeldolgozás, a szállítás, a faipar, a vegyipar, a gasztronómia és a vendéglátás sikereihez is. És egy gazda 7 másik munkahelyet létesít, 7 másik embernek ad megélhetést. Ez a számítás. Ennek a függvényében kell azt nézni, hogy a magyar mezőgazdaság, ahogy említettem, a nemzetgazdaság legjobban teljesítő ágazata, 13%-kal bővült az első fél évben, és ez négyszerese az ipari növekedésnek. A fórumon elhangzott, hogy egyre többen dolgoznak az agráriumban. Csak idén 20 ezer új munkahely létesült. Békés megyében főleg a konzervkészítés és húsfeldolgozása jellemző, de a Modern Városok programnak köszönhetően hűtőházat, paradicsomfeldolgozót és zöldségszárító üzemet is létesítenek a jövőben Békés Csabán. A három nagy üzem kapcsán nagyon nagy számok vannak jelenleg a tervezés mostani szakaszában. Egy 30 ezer tonna zöldség feldolgozására alkalmas hűtőház is elképzelhető, hangsúlyozom ezek tervezési szakaszok. A találkozón elmondták, a Békés megyei gazdák bizakodóak, és sokan nagy reményekkel várják a három új üzem megépülését, hogy azoknak beszállítóik lehessenek. Közlekedésbiztonsági díjat kapott Békés Csaba az önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért című pályázatra benyújtott pályamunkájával a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól. A díjjal több közlekedésbiztonsági eszközt is nyert a város, ezeket a Penza lakótelepi és a Dr. Becsei Oszkár óvoda Kressz parkjában adták át. A Penza lakótelepi óvoda legkisebbjei próbálhatták ki elsőként az újonnan érkezett eszközöket. A közlekedésbiztonsági díjjal kresszpálya elemeket, védőfelszereléseket, láthatósági eszközöket, kerékpárokat és rollereket is nyert el a város. Nagyon örültünk annak, amikor kihirdették eredményesnek a Békés Csabai pályázatot, és főleg akkor örültünk, mikor megtudtuk, hogy milyen ajándékokat kapunk. Alapvetően óvodások, közlekedési szabály elsajátítást segítő eszközöket kapott a város. Ezt most itt a Penza óvodában, Penza utcai óvodában elhelyeztük. Vigyázz az álladra, benne csípjen. Oké. Az óvodában kiemelten foglalkoznak a közlekedéssel, mondta el az intézmény vezetője. Az óvoda mellett található Kressz parkot rendszeresen használják a gyerekek, és szorosan együttműködnek a rendőrség közlekedésbiztonsági osztályával is. Nagyon nagy segítség számunkra az, hogy most még plusz eszközöket kaptunk ehhez a projekthez, hiszen például nem volt közlekedési lámpánk, ami azért egy óriási segítség nekünk, azzal kapcsolatban, hogy helyesen tudjanak megtanulni közlekedni az óvodásaink. A város egy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázatra nyújtott be sikeres pályázatot. Az elbírálás során a közlekedésbiztonság érdekében tett fejlesztéseket, intézkedéseket vették figyelembe, kiemelten vizsgálva a kerékpáros és a gépjármű forgalom elkülönítéséért tett lépéseket. Bemutattuk többek között azokat a kerékpárút hálózati fejlesztéseket, amelyeket több 10 kilométer hosszban a város az elmúlt években megvalósított, és ezen bemutatott fejlesztések kapcsán döntött úgy a támogató, hogy Békés Csabának ezt a díjat adományozza. A statisztikai adatok szerint javultak a közbiztonságra vonatkozó adatok Békés Csabán, annak ellenére, hogy évről évre erősödik a forgalom a városban. A lakosság kérésére mostantól hétvégenként is nyitva lesz a belvárosi általános iskola és gimnázium uszodája. Az ünnepnapok kivételével minden szombaton és vasárnap 15 órától 19 óráig használhatják az érdeklődők az uszodát, ráadásul októberben díjmentesen várja a vízszerelmeseit az iskola. Éppen az óvodásokat szoktatják a vízhez az előreúszó klub edzői. A belvárosi úszodában a hétköznapokon egymást váltják a gyerekcsoportok. Októbertől pedig már a hétvégéken is megtelhet a 25 méteres medence, amely nemrég egy új szűrőrendszerrel is fel lett szerelve.
Elvárosi úszodában egy víztisztító berendezés fejlesztése történt, ami átértünk a klóros feltöltlentésről egy UV-fényes feltöltlentésre, és sokkal kevesebb vegyszert kell alkalmazni az úszoda vizenek a tisztántartásához. Tökéletes vízminőséget kaptunk, és élvezhető nagyon így a úszoda. A lakosok az utóbbi években többször fordultak azzal a kéréssel a városvezetéshez, hogy szeretnék, ha hétvégén mindenki számára megnyílne az úszoda. Megpróbáltuk hozzátenni azt, ami szükséges ahhoz, hogy tudjuk biztosítani a hétvégi szolgáltatást is. Természetesen azok a szakemberek, akik érintettek ebben, intézményvezetők, oktatási sportszakemberek úgy kiszámolták, és megszületett az összeg, amire szükség van ennek a biztosítására. A korábbiabban már volt hétvégi nyitvatartás az úszodában, azonban anyagi okok miatt ezzel le kellett állni. Ezért az iskola igazgatója is örömmel fogadta a mostani lehetőséget. Nagyon jó lehetőségnek tartom ezt a szabadidősport területén, hiszen az úszás nagyon népszerű, a felnőttek, a gyerekek, a diákok körében, úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy jöjjön hozzánk és használja ki ezt a lehetőséget. Évvégéig hétvégén mindenki előtt nyitva áll majd az úszoda. Ráadásul októberben díjmentesen csobbalhatnak kicsik és nagyok az iskola medencéjébe. Mesterségek nyomában címmel rendezett rendhagyó kiállítást a Munkácsi Emlékház. A festő géniusz Békés Csabán töltött évei alatt asztalosnak tanult. Munkácsi életének ezen korszakában nyerhettek bepillantást a látogatók. A Vraukó Tamás Békés Csabai asztalosmester műhelyéből származó darabokból álló kiállítás számos olyan eszközt vonultatott fel, melyeket a régi korok mesterei is használtak. Munkácsihoz is köthető, hogy annak idején elég sokat foglalkozott képkeretezéssel, ugye már szakmájához vágott, illetve kisebb bútorokat csinált. Az érdeklődők között több olyan fiatal is volt, aki még pályaválasztás előtt áll, vagy éppen az asztalos szakmát választotta hivatásul. A tárgyak kapcsán kiderült, milyen munkát végzett Lib Misi asztalosinas korában. Szerette ezt a munkát. Úgy írja le, hogy ez a fúrás, faragás, meg az, hogy ő szabadon szaladgálhat, mezítláb, tetszett neki. Nem igazán tudta még felmérni a mesterségek közötti különbséget. Viszont egy lecsúszás volt az ő életében, mert a paraszti világba került, hiszen itt Békés Csabán csak paraszt gyerekek tanultak asztalosságot. A festő névnapján megelevenedett Munkácsi festődéje is. A Békés Csabai Evangélikus Gimnázium diákjai ecsetet ragadtak, és az eredeti képek előtt lemásolták a Munkácsi műveket. Nagyon jó érzés, most csinálom először, tehát nem másoltunk még így konkrétan így, hogy itt van előttem. Én nagyon szeretem az ő stílusát, törekszek is, hogy egy kicsit tanuljak is belőle, nem tudom, mennyire fog ez összejönni. A legjobban sikerült alkotásokat a program ideje alatt bárki megtekintheti. 9. alkalomhoz érkezett a komolyan lazulós programsorozat a Munkácsi Mihály Múzeumban. Ez alkalommal Szilágyi Rudolf képzőművész, performer, tanár, kísérleti zenész mutatkozott be, aki Egerből érkezett. Szilágyi Rudolf bár Egerből érkezett, Kolozsváron született, és még gyermekkorában költözött Magyarországra családjával. A múzeum munkatársai a komolyan lazulós programsorozatban a kéréseknek elegettéve mindig igyekeztek Békés megyei kötődésű művészt bemutatni, ám ezen alkalommal a képzőművészek országos palettájáról választottak vendéget. Alapvetően onnan indult a gondolat, hogy mindig szeretnénk új embereket is becsalogatni, és ugye vannak, akik a képzőzetet ismerik és szeretik, de hogy a zene szeretőket is hívjuk ide, de mégis milyen apropóval legyenek olyan képzőzetek, akik zenélnek is, hiszen ez egy gyakori tendencia is a képzőzetek között, mert alapvetően alkotó emberekről van szó, és vannak, akik sokszólamúak. Így van ez Szilágyi Rudolf esetében is. A képzőművész nem csak klasszikus műfajokat művel, bár munkássága a festészetből indult, installációkat és performanszokat is készít, és a zene mellett a legkülönfélébb hangokat is felhasználja alkotásaiban. Igazából ez egy olyan dolog, hogy én mindig imádom hallgatni akár a természet hangját, vagy a nagyváros hangját, vagy itt ahogy húzgálják a széket, vagy bármit, mert izgalmas számomra. És ennek a metódusa az az, hogy van egy diktafonom, azzal mindenféle hangot felveszek, és ezeket effektezve, loopolva, lassítva csinálok egy ilyen hangkollást az egészből. A vendégművésszel Bai Miklós Zoltán BMZ beszélgetett az est folyamán. Ez volt már a híradó. További híreinket és videóinkat a behir.hu internetes oldalon találják meg. Köszönöm figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!